Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, nem is olyan túl szép napon, ugyanis oda nézzél, ilyen felős az idő, látod, fúj a szél, nagyon fúj a szél. Itt vagyok a Davis-tel. Mi a helyzet, Nyuszi? Nemrég ébredsz fel, odaérsz, hogy áll a haja. Oha mész? Készülődünk, aztán megyünk, nem másra fogunk elmenni, mint el kell menni, kell venni kenyeret, tejet, közelik az érdem. Meg elmegyünk, és megnézzük az autókat, de nem akármilyen autót nézünk, meg több autót meg fogunk nézni, ugyanis a múltkor írtátok, hogy tetszett több embernek ez a videó, amikor elmentünk, körbenéztünk. Mutattam egy pár autót nektek, ugye ma vasárnap van mi nálunk, ez a keddi videó, tudom, de nálunk most vasárnap van. És zárva vannak, tehát csak kívülről tudjuk őket megnézni. Valaki mondta, hogy nem emennék el a McLarenhez és filmeznem le a McLarenokat, úgyhogy le tudom bemenni a McLarenhez. Aki nem tudja, hogy az milyen autó, az egy ilyen sportautó, nagyon drága. Úgyhogy azt lehet, hogy le fogom filmezni nektek, hogyha arra megyünk, hogyha nem, akkor a legközelebb. Majd meglátjuk. Aztán a Davis aludt, képzeld el, olyan 2,5 órát aludt, de amíg aludt, tudod én mit csináltam? Megmutatom, mit csináltam. Amit már rettentő régóta terveztem, mutatom neked. Onnan nézzél! Megcsináltam a visszajövőn ebbe ezt a képkeretet. Ó, vigyázzál! Ja, nem tapíjuk! Onnan nézzél, itt van a Joe, nem! 19-es, a cápa 19-es póster, minden egyes fényképet beletette, ami benn volt ugye a könyvembe, amit ugye múltkor kaptam, és ott a doki, látod? Ezt Magyarországról kaptam, ez az a régi mozis kép, és mindeniket beletettem. Tudod, meddig tartod? Rabbi, a 40 percig még átrendeztem itt mindent, nem tudtam, hogy mit hova tegyek, úgyhogy szerintem jól néz ki. Amint elköltözünk az új lakásba, a lakásban, a házban, majd valahol ki fogom tenni, még mindig van ilyen régi poszterem, 2 darab, amihez valószínűleg kell vennem valami ilyen fajta képkeretet. Nem is, azt nem bántjuk. Játszol! Azt rakjuk le, aztán menjünk öltözni. Ja, oda tegyed le! Jaj, te! A Lukasz, hogy a szüleimnél van, úgyhogy azért nincs most itt a szobába. Ja, még nincsen itt, addig lehet pakolni pár dolgot, meg lehet vele játszani, ugye? PlayStation távirányítóval. Úgyhogy szerintem jól sikerült, legalábbis nekem nagyon tetszik ez. Az a baj, hogy úgy megy most rá a fény, hogy nem lehet rendesen látni. Na talán innét, látod ebből a szögből? Mindent beletett, amit találtam a könyvbe. És a könyvet, amit még nem olvastam el, elkezdtem olvasgatni, de még nem olvastam végig, majd ahogy ugye van időm. Na, úgyhogy most húzzuk a cipőnket, öltözünk, és elindulunk. Nem is tudom, hogy először hova megyünk. Lehet, hogy elmegyünk, megnézem a Hondát, az új Civic-et, ami most már nem is olyan új, mert most már egy ideje kijött. Lehet, hogy megnézzük a Fordot megint, nem a Mustangot, hanem a Focust, és nem is az RS kiadás, ugye mert az RS-re válni kell 12 hónapot, ahogy mondtam, nem is az ST-t, hanem az olcsóbbik változatot, ja. Ugyanis arra gondoltam, hogy ha vennék egy ilyen alapautót, ugye nem szeretek ilyen alapautót venni, amiben ugye klímát szeretem, hogyha van az autóban, nem szeretem, hanem ugye kell itt Ausztráliában, mert rettentő melegek vannak, tehát olyan kell, hogy legyen az autóban, és nem mindig alapautóban van klíma, csak ez a légkondi, ami így okádja a hideget, de nem lehet állítani. Tehát én szeretem beállítani, hogy hány fok legyen az autóban, és ez a fókuszban nálunk bele van rakva az alap változatba. Tehát arra gondoltam, hogy ha veszek is egy alapabb vagy egy középkategóriás autót, rakok rá egy szép fekete kereket, egy kicsikét fel, nem az, hogy tuningolom, de kicsit pár dolgokkal ugye, feltuningolom, majd mutatom, hogy hogyan, hogyha oda kerül a sor, és nem kell az autóra várni körülbelül 12 hónapot ugye. Bár tudom, hogy az RS Focus, meg az ST Focus más a motorja, meg erősebb, meg... Na minden, ez csak egy ötlet volt. Gondoltam, hogy elviszlek titeket is, és megmutatom nektek, hogy merre, milyen autókat fogunk nézni. Aztán Holdent is megnézzük valószínűleg, ha lesz időnk. Ide a Fordhoz, itt kezdjük el, aztán menjünk majd tovább. Ami itt a Ford mellett van, ilyen hajós, és nagyon sok hajós van itt nálunk a Gold-Coast-on. Mutatom, látod, ilyen csónakokat árulnak, nem is hajókat, mert a hajó az nagy, inkább az ilyen nagy csónak, vagy kisebb, nagyobb, nem ugye. Úgyhogy, na menjünk. Na hol kezdjük? Itt ez a mikrobusz, na ilyet biztos, hogy nem veszünk. Hoppá, menjünk arra tovább. Megnézzük ezeket a Fordokat. De,
Itt van a Falcon, látod? Ez az XR8-as, a 8 hengeres, ez a fekete, ami itt van. Szépen néz ki. Na, látod, így néz ki hátulról. V8-as. Amúgy ennek a gyártását be fogják fejezni jövő évben, 2017-ben. Meg a 6-osnak is, ez a 6-os, az XR6-os, aztán ez a turbos, látod? Szépen néz ki. Az itt is egy XR6-os, ez nem turbos, csak sima. De amúgy a belső az nagyjából ugyanúgy néz ki mind a kettőnek. Mutatom nagyjából, nem sokat lehet benne látni. Ja, szép. Na, megyünk tovább. Na, oda nézzél, ez a fókusz SS, látod? Ez, nem, ez a középkategóriás fókusz. És hogyha erre raknák egy fekete kereket, látod, szerintem szépen néz neki. Ebben a fehér színben, vagy kékben. És ilyen biztos, hogy van nálatok is, nem tudom milyen felszereltséggel, ebben bent van. Nagyon nem lehet belőle látni, de minden bent van, a szatellit navigáció bent van, ugye, a GPS bent van. Ja, a kamera bent van. És így néz ki előről. Aztán van ez az alapváltozat. Ez 26 000 dollár, hogyha jól emlékszem. Ez 28 000 dollár. Egy kicsivel több minden van benne, és szerintem jobban néz ki, látod? Max itt az elejét, itt ezt lefessük pirosra. És kicsikét feldobja az egészet, látod, annak nincsen olyan rajta az alapnak, mert csak sima fekete az eleje. Aztán megyünk tovább, várjál. Itt vannak ezek a kisebb terepjárók, amik, nem tudom, annyira nekem nem tetszenek. Aztán oda nézel, itt van a Mustang, a V8-as, a GT, látod, szépen néz ki feketébe is. Rajta az oldalán, meg az ablakon ez a terelő, látod, nem csúnyán néz ki. Csak ugye tegnap mondtuk, hogy a hátsó ülés, nem tudom, kicsikét lehet, hogy nekünk kicsi, ami gyönyörű ez az autó, te. Aztán itt van ez a terepjáró, ez az Everest. Ez a szép ez a terepjáró, ez tetszik nekem, kivéve az ára nem tetszik, ugyanis ez nagyon drága, még az alapverzió is, és legalábbis szerintem, amit szépen néz ki belülről is, főleg a jó változat. Látod? Lehet, hogy nagyon nem látod. Főleg az eleje, látod, szépen néz ki. Legalábbis nekem tetszik. Na mindegy, elmenjünk lefelé. És kicsikét nagyobb ez az Everest azért, mint azok, látod? Az a, hogy hívják, az a Kuga, meg az az Echo. Ja, mit csinálsz? Na itt vannak ezek is. Látod, ebbe is szépen néz ki. Ja, van rajta szép. Aztán érkeztünk ide le a Kiához. Ez attól még Kia tetszik nekem, amúgy ez a fehér. Ez ilyen családias, erre is ráraksz egy ilyen feketébe, egy fekete kereket, lesötétet, és úgy már jobban néz ki. Ilyen fehérbe úgy néz ki, mint egy ilyen minivan, egy ilyen családi autó, de nem tudom. Ugye ennek nagyon szép a belseje, és nem hiszem, hogy bele látunk, de az ülés, a minden, a nagyon gyönyörű. Aztán itt vannak a kisebb Kia, látod, ez az újfajta kicsi Kia, szerintem nagyon csúnya ez a Picanto, nem? Ja, meg ó, te! Ezt nem nekünk találták ki, azt itt a mi autónk, legalábbis az alapverziója miénknek. Hát ez a háromajtós Kia Rio. A miénk az hasonló, csak a miénk a jobb felszereltségű. Kivéve ez vadonatúj, a miénk meg nem. Na, egészségedre! Aztán itt ez a Sportage. Aztán, na már mindjárt menjünk oda lefelé a Hondához is. Nem sok Kia van mondjuk ide kirakva. Megyünk tovább, mondjuk ez sem olyan pici autó, nem is olyan túl nagy. Aztán itt van az új Civic. Most az új Civicre lehet kapni egy ilyen fekete pakkot, ami fekete kerékkel jön, azt hiszem, meg egy pár fekete cuccal, ilyen spoiler, meg hasonló dolgokkal. Ez szerintem az RS változata, mert úgy néz ki. Szebben néz ki, mint a sima, várj, mindjárt megnézzük. Az RS. Látod, oda van írva, RS. Aztán van a sima ott hátul, na már így való betuszkoljuk magunkat. Na oda nézzél, látod, feketében a Civic nem olyan csúnya. Ez nem tudom melyik változat, mindjárt megnézzük. Ez is az RS változat, látod, ami ez nem is fekete, csak feketének nézett ki, ilyen sötét színű, nem is tudom, ilyen kékes, szürkés. Nem tudom, színvak vagyok, aztán van pirosba. Nem vagyok színvak, csak olyan, nem tudom milyen a színe. Itt van pirosba, ez nem az RS, látod, ezzel nincsen spoiler a hátulján. És egy kicsikét másképp néz ki. Látod, ez itt a spoiler. Az RS az a jobbik változat amúgy. Az pedig a sima alapváltozat. A sima változat 28.279 dollár. A sima változat se csúnya belülről.
Nem hiszem, hogy nagyon be lehet látni egy kamerán keresztül. A jobbik változat pedig 35 ezer, például ez a kék, ez a jobbik változat. Ugye ez az RS. 35 ezer valamennyi. Aztán itt van ez a régi Civic. Ez a régebbi fajta. Ami 28 ezer még ez is, látod? Ennek annyira nem tetszik a hátulja, nem annyira, nekem egyáltalán nem tetszik. Ja. Na gyere, menjünk följebb. Nem tudom, ebbe a színbe jól néz ki, látod, ez a jobbik változat, rajta spoiler, olyan sportos. Nem csúnya. Na még mielőtt átmenjünk akárhova, nézd ide, látod itt ez a Kia, visszajöttünk a Kia, ez a Cerato, vagy nem tudom, hogy mondják. Ezen van fekete kerék, látod? Nekem a fekete kerék tetszik, ilyen sportos, és fekete a teteje, amit annyira nem lehet látni, várja. Amit a Davis elengedi a kamerát, négy ajtós. És 22.490 dollár elvezetéssel, ja. A belseje pedig, a belsejét ti nem látjátok megint valószínű, de nem olyan rossz, nekem tetszik, de a csomagtartója lehet, hogy kicsi. Bár ki tudja. Látod, hogy néz ki? Zárához képest szerintem nem túl rossz, főleg ezzel a fekete kerékkel. Ilyen fekete kiadás. Ja, gyere, nyúszik, menjünk. Úgyhogy az árhoz képest nem volt rossz, lehet, hogy még jobban nézett ki, mint a fókusz. Ki tudja. Na minden, majd lehet, hogy visszajönk valamelyik nap, aztán ezt is elvisszük egyet vezetni. Mit szólsz hozzá? Legalábbis én. Megbejössz a hátsülésre, ha? Na, menjünk tovább. Megnézzük azt a McLaren-t. Reméljük, hogy ki van rakva átlába. Egy darabot mindig kiraknak, a többi benne áll az üveg mögött. Na, oda nézzél, megjöttünk. Itt van a McLaren. Te! Ez tudom, milyen drága ez az autó. Hogy bent vannak a jobbik változatok, de gyönyörű szép amúgy. Ez az autó, tudod mennyibe kerül? Körülbelül 400 ezer ausztrál dollárba, ami átszámítva körülbelül a 80 millió forint. 80-90 millió, attól függ, hogy hogy számolod. És szépen néz ki, kis lapos, gyönyörű. Látod? Fehér színűben, piros színűben, mindenmilyen színűben, én bármilyen színűben elfogadnám ezt az autót. De 90 millió forint, nem tudom, Magyarországon nagyon-nagyon sokat ér biztos, de 400 ezer dollár itt nálunk, Ausztráliában is egy házat lehet érte venni, komolyan mondom. Te, a belseje, nem tudom ennyire látni. Naj, te. Na mindegy. Majd egyszer nyerünk a lotton, akkor veszünk egy ilyen szép McLaren-t, ha? Ha sok-sok milliót nyerünk, mi? Davis, mit szólsz hozzá? Gyönyörű. Nézd meg, milyen kerék van rajta az oldalt. Látod? Oldalt, hátul. Jó vastag. Te! Oh. Aztán bent amúgy vannak ám szépek. Van itt ez a fekete, az a sárga, narancssárga, a zöld. A nyitott, az mondjuk 600 ezer dollárba kerül. Aztán itt van az Aston Martin is amúgy. Azok se csúnyák, megnézzük őket. Gyere, nézzük meg. Öj, te! Látod? Ja, ez szép, nyitott. Már simába se rossz. Ezek is rettentő drága autók. Ja. Aztán itt a Volvo. Itt ez az új Volvo terepjára. Ja. Ez se csúnya. Várjál. Feleségem ezt nézi. Ez gyönyörű szépen néz ki, ez a McLaren. A McLaren, Aston Martin. Nézd milyen belső üléssel. Gyönyörű. Na. Úgyhogy azt hiszem, hogy mehetünk tovább mi. A Holdenhez ugyanis ilyen autót nem hiszem, hogy fogunk tudni valahogy is venni. Ja. Te, itt van négy ajtósban is. Gyönyörű szép. Na menjünk? Ja. Csak fájlítjuk itt a szívünket, mi? Nyuszi. Ez volt a McLaren. De nem tudom, hogy számoltam át a magyar forintodnak az ausztrál dollárt. Ha jól számoltam, akkor magyar forint olyan 90 millió forint körülbelül ez az autó. Hogyha nem, akkor átszámolhatját, ugyanis az ára ausztrál dollárban olyan 400 valahány ezer ausztrál dollár ez a változat. Aztán ugye ennél van jobb változat, meg még jobb változat a nyitott, azt tudom, hogy olyan 600 valahány ezer dollár. Ami azt jelenti, hogy az alapváltozat az is olyan 400 ezer körül van, ugye. Egy házat simán tudsz rajta venni itt a Gold Coast-on. Egy lakárat, még kettő kisebb lakást is, nem lehet valószínű. Ja, Davisnek is nagyon tetszett. Úgyhogy nem tudom, nem is tudom, mennyit kellene nyerni a lotton, komolyan mondom, hogy ilyen autót meg tudjál venni. Mert ugye szoktam mondani egy dolog, hogy megveszed, de fenn is kell tartani. Gondolj, a szerviz mennyibe kerülhet, meg a gumik, meg a te, bele sem merek gondolni. De nem tudom, ha egyszer, hogy 50-60 milliót nyernék a lotton, dollárba, biztos, hogy
egyet lehet, hogy van, ennyit ottad. És megjöttünk a Holdenhez. Itt vannak a Commodore-ok, látod? Ez a Commodore, ez egy, van V8-asban, van 6-osban, van HSV-ben, ami jobbi változat. Például ez egy Holden Commodore, ez a HSV változat, az R8-as, ami azt jelenti, hogy egy V8-as motor van benne, és rettentően erős, ilyen családi sportautó. Nagyon szépen néz ki, és az ára is nagyon jó, várj, ennek rajta az ára, mondjuk ez használt, ez nem vadonatúj. Megnézzük mennyi. 79 ezer, látod? 80 ezer dollár. Aztán menjünk tovább. Az új amúgy... Ez nincsen rendszám. Ez ugyanaz az autó, csak nincsen rajta rendszám. Úgyhogy tudod mennyi megkerül, olyan kb. 100-120 ezer dollárra kerül. 80-tól kezdődik a sima, és egy kicsit jobbat akarsz, ilyen 100-120 ezer dollár. Amúgy nagyon szépen néz ki, főleg ebbe a pirosba. Látod? Legalábbis nekem nagyon tetszik. Na mindegy, menjünk tovább, és ezek a drága autók. Van itt ugye a Jut, ami csak két személyes, ilyen munkás autó. Ez is szépen néz ki, nekem mindig is tetszett munkába. Ja, 36 ezertől indul, 41-ről van leárazva. 36 ezer, látod? Amúgy ezeknek a Commodore-oknak a gyártását befejezik jövő évben, 2017-ben fogják ezeket a Commodore-okat utoljára gyártani, és többet nem lesz V6-os, V8-as, megszüntetik. Valószínűleg nem adtak olyan túl sokat el belőle. Oda néz, ez fekete kerékkel, ez nagyon gyönyörű. Te! Aztán ugyanitt van ez az autó, mint az előbb néztünk a sportváltozatban, ez a luxusabb változata. Látod, a más rajta kerék nem olyan sportos, és mondjuk az ára ennek is hasonló. Ezek mind ilyen drágább autók. Az alapváltozat az kerül, az alapváltozat kerül 40 ezer dollárba, legalábbis attól azok most le vannak árazva, ami 6 hengeres, ilyen SV6-os. És azok se rosszak, csak nem úgy néz ki, mint az autó. Találok itt egyet, megmutatom neked, de eddig még nem láttam. Aztán itt van egy, látod, ez a Captiva. Ez egy ilyen nagyobb családi autó. Ez a jobbik változat, hogyha megnézzük a kereket. És ez is most le van árazva 46-ról 37.500-ra. Látod? Egyszer volt ilyen Captivánk, csak még a nagyon régi változat, amikor legelőször kijött. Nem volt olyan túl rossz, ja, de ennek más az eleje már, de annyira én nem szerettem. Ilyen túl nagy ilyen böszme autó, lassú volt, bár ezek lehet, hogy most már jobbak. Nagyon sok Captiva van itt kint. Aztán itt van a Holden Cruise, ebben is van az alap, a közép kategória, meg a jobb változat. Ezt bejelentették, képzeld el, pénteken, hogy többet nem fogják gyártani. Péntek reggel jött le az utolsó a szallagról, amit gyártottak ebbe az autóba. Van a jobbik változata, a turbos, az SRI, és mindjárt megnézzük, hát ha találok itt egyet, hát ha ki van rakva, meg tudom nektek mutatni. Az inkább ilyen sportosabb, hasonló, mint ez. Ez az én változat, de nem így néz ki. Hasonló, de sportosabb. Nem látok sehol se. Na várjad, de azért megmutatom nektek az árakat. 28-szor le van árazva, látod? 23.690-re. Azért, mert befejezték a gyártását. Amúgy ebbe is van bőrüléstől elkezdve minden. Kétszínű a belseje, nem tudom mennyire látni. Még az életben nem vezettem ezt az autót, tehát nem tudom, hogy hogyan megy. Azt tudom, hogy valamelyik turbomotoros. De nem tudom pontosan, hogy melyik. Na, oda nézze, megtaláltam a sportváltozatát a Cruise-nak, és látom, hogy másabb az eleje egy kicsikét, ilyen sportosabb, más kerék van rajta, egy kicsikét másfajta, és turbomotor van benne. Ha jól emlékszem, 2,4 literes turbomotor, benne van ebbe a klímától elkezdve minden, a bőrülés, a mindenben van. Kivéve, hogy ez a hatch, és nem a sedan. Nekem a sedan jobban tetszik, ugye, ami nem ilyen csapott hátuljú, hanem hát sedan. Mutatom a hátulját is amúgy, ja, ezek is most le vannak árazva. Tehát ahogy mondtam, pénteken gyártották ebből az utolsó darabot, többet ilyen nem lesz. Egyáltalán befejezték a gyártását. Szép autó. Aztán a feleségem azt mondta, hogy még mindig ez a legszebb autó. Ez a Club Sport, látod, a HSV, ez nem tudom, nekem is rettentően tetszik, kivéve az ára nem tetszik. Amúgy nem olyan rossz, mert most 80-ra le van árazva. Van a jobbik változata, itt mellettem ez a GTS, ez ugyanaz az autó, csak 107 ezerről 94 ezerre van most leárazva. Kicsikét jobb cuccok vannak ebbe, mint a másikba. Amúgy kinézete majdnem hasonló.
Befejeztük, megnéztük az autókat mára, ennyit, mindenhol van szép autó, mindegy, hogy Kia, Holden, Honda, McLaren, mindegy, ahol lehet látni szép autót, minden drágább az autó, majd annál szebben néz ki, legalábbis szerintem Barca, de mindenki szerint. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint megyünk a közeli közérbe vásárolni, aztán megyünk és felveszik a Lucas-t a szüleimtől, úgyhogy induljunk. És itt van Lukasz is, hoppá, ő is hazajött, na várjál valami elborult. Egy ideg, hello, hol vagy? Hol tetszett a kép a viszlémből, amit készített? Jó, nagyon szeretem. Én rátettem mindent, amit tudtam, kivéve azt a pici pószart, azt láttam. Én most akarom mondani azt, hogy kell. Olyan, azt nem tudtam, mert nem fér be. Úgyhogy majd az új házba felakasztjuk, hogy melyik szobába, a számítógépes szobába, rendben van, majd lesz a számítógép valahol. Úgyhogy, mit akartam mondani? Ja, vettem, képzeld el! Jó, menj a szobádba, majd mindjárt meg, ugyanis szóval játszottunk valamilyen Google játékot, képzeld el a Lucas-szal, kicsit sötét van. És mit akartam mondani? Vettem, képzeld el, ugye tudjátok, szoktam mondogat, hogy iszok naponta, nem naponta, minden másnap iszok egy Red Bull-t, hogy magamhoz térjek, ugye nem szeretem a kávét. És ugye a Red Bull az energiaital nem egészséges. Ezért, képzeld el, mit találtam, egészséges energiaital. Ilyet sem láttam még, vagy láttam, de nem tudtam, hogy egészséges. És egy ideje most már árulják, mutatom. Mert azt mondom, hogy egészséges, vagy nem egészséges, naturális. Na, naturális energiaital. Oda nézzél, ilyen fekete. Ilyet én szerintem még nem ittam. Úgyhogy ezt most meg fogom próbálni, ennek hasonló az íze, mint a kék Red Bullnak. Legalábbis az van ráírva, hogy ez is ilyen berűs, ilyen áfonyás valami, amit szeretek ezt a kék Red Bull. Ugye ezt a naturálisat meg fogom próbálni, és nem tudom, hogy jó lesz-e. Ezek a 99% ugye ezek a fat free-sek, nem tudom, hogy mondják a magyarul ezek az ételek, amiket lehet vásárolni, meg italok, általában nem a legjobbak, mert minden jó dolgot kiadnak belőle, és nincsen ízük, vagy ha van ízük, az is nagyon nem jó. Úgyhogy, na minden, ha holnap megpróbálom, azt mondja, ha jó volt, akkor lehet, hogy ezen túl ilyet iszok. Na, kuckuc, a Davison nekem úgy folyik az orr, és azért köhítsél egyet. Mit csinálsz? Ne rakd be a kulcsod a hűtőben, légy szíves, jó? Menjél játszani. Ami nem más csinálunk, mint tévét nézünk, nézzük az Adam Sandlernek ezt a Big Daddy filmjét, ezt a, nem tudom, apa, jó apa, apa fej, vagy valami ilyesmi volt a magyar címe. Látjátok? Ilyen régebbi film, úgyhogy ezt nézzük, most a Lucas az játszik, ugyanis ezzel játszottunk ketten. Ilyen Google játékot, ilyen kérdések voltak, ki kellett egészíteni. És az a volt, hogy angolul volt, hogy nem tudtam nektek megmutatni, mindig le kellene fordítani. Na minden? Ja, úgyhogy most veled is játszunk egyet. Ezt a mai videót itt meg most hoppá lassan befejezzük, ugyanis kell sötétenni. Oda néz. Nem esett az eső, egy kicsit se fögött itt-ott, de amúgy jó idő volt. Úgyhogy már ennyit. Rendben van? Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnénk kívánni attól függ, hogy mikor nézitek. Jó, kezdesz számosodni? Nyugszik. Sziasztok!